Következő előadónk Artner Anna Mária közgazdász, Marx Károly társaság tagja. A marxi életmű bírálatának egyes kérdései előadásának a címe. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 10%-ként képviselhetem a társadalom 50%-át. Ezen a konferencián megszoktam, hogy ilyen értelemben mindenképpen unikum vagyok az ilyen jellegű konferenciákon, de szeretném, hogyha már ez egyszer nem így lenne. Tehát én röviden arról fogok beszélni vázlatszerűen, hogy milyen kritikák és hogyan érik a marxi életművet, amelynek e szempontból a legfontosabb üzenete, az bizonyos skandalumnak nevezhető állítások, amelyek természetesen a kapitalizmus híveinek a szeméből jelent skandalumot. Hát mindenek előtt azt, hogy a társadalmi fejlődés az osztályharcok története, a profit forrása a munka, ez egy nagyon lényeges elméleti megállapítása Marxnak, és hogy ugye ezt a klasszikusok azért felfedezték már ő előtt, és ahogy ő ezt el is ismeri, de ami igen lényeges, hogy Marx hozzáteszi ezt, hogy ez csak a történelmi fejlődés egy adott fokára igaz, és ahogyan létrejött a kapitalizmus a történelmi fejlődés során, úgy szükségszerű meghaladása is, és a kapitalizmus meghaladása szükségszerűen a proletáriátus diktatúrájához vezet. Minden baj forrása a magántulajdon tehát, a marxi elméletben, ami érzékenyé teszi a kapitalizmus híveit Marx üzenetével kapcsolatban. No, én a kapitalizmusnak a mozgásformáiról most nem beszélnék, amelyet egy másik előadás keretében a Politika Történeti Intézetben már volt alkalmam részletezni, hanem arra térnék ki, hogy a kritikákon keresztül mit lehet Marxból megtudni. Hát mindenek előtt leszögeznénk, hogy a marxi kritikusoknak van egy elég jól körülhatárolható módszere. Ez pedig az, hogy általában valami bombasztikus, rövid, hiszterizáló állítást kínálnak a hallgatóságnak, ami többnyire vagy nem igaz, vagy nem úgy igaz, tehát olyasmi, mint a jereváni rádió adásai, szigorúan referencia nélkül, és vagy implicite kritizálják, vagy pedig interpretációk alapján, és hát itt Hild Márta egy remek tanulmányából idéznék, ami az eszméletben jelent meg 97-ben, ő idézi Kühne szavait, tehát ha nem vetik el őket mindenestől, akkor elmondják róluk elméletük kliséjét, mármint a kritikusok, amely a legritkább esetben nyugszik az eredeti alapanyagon, és többnyire csak az ellenségeik, vagyis hát a marxi elmélet ellenségeinek az érveiről ad valamiféle képet. Tehát a bombasztikus állítások közé tartozik néhány olyan, amit itt most szeretnék bemutatni. Például rögtön kezdhetjük azzal, hogy hát miben tévedett, mit mulasztott el Marx, ez a legédesebb dolog, hiszen nagyon könnyű egy 19. századi gondolkodóval kapcsolatban olyan tételeket mondani, amely látszólag az ő elmaradottságát, ismereteinek hiányát tartalmazza. Tehát két dologban mindenképpen tévedett, mondják, azt hitte, hogy el lehet törölni a piacot, és hát természetesen elutasította a polgári demokráciát, ami egy skandalum. Nos, hát ezt a híres, nevezetes Fukuyamának köszönhetjük ezt a komoly megállapítást, aki 1989-ben is vigyázott, a kritikusokról beszélek tehát, és ezzel implicite Marxról. 89-ben írt egy ilyen kis tanulmányt, aminek az volt a címe, hogy The End of History, a történelem vége. És ez sikert aratott ez a tanulmány, és látta Fukuyama, hogy ez jó. És akkor honnét nem kapott 600 000 dollárt, amelynek a segítségével kiadott egy könyvet, ugyanezzel a címmel, de már kérdőjel nélkül. Ami szintén még ennél is nagyobb sikert aratott, szabadpiac és a liberális demokrácia, az emberi történelem vége, és aztán, amikor kritikákat kapott, akkor hozzátette, jó, hát kell a bizalom is 20%-ban. Úgyhogy most már tudjuk a receptet. 20% bizalom. Valaki hozna be legalább 15% bizalmat az ablakon? Köszönöm szépen.
Hát szerintem mit állít Marx? Azt állítja, hogy a magántulajdon szükségszerűen vezet a kapitalizmushoz, ami történelmi termék, inherens ellentmondásokkal, antagonisztikus osztálykonfliktusokkal szükségszerű a bukása. Hát persze, és akkor majd Gramscit idézzük, társadalmi, egyetlen társadalmi forma sem lesz valaha is hajlandó elismerni, hogy ő túlhaladott. Egyébként ezt már Hegel is eljátszotta a maga Oroszországában, hogy a lehető világ legjobbikaként próbálta meg feltüntetni, pedig ő egy kicsit nagyobb formátumú gondolkodó volt, mint Fukuyama, bár Fukuyama azért intelligens ember, és sokat hivatkozik Hegelre, amikor előadja az ő elméletét. No, azt is állította még Marx, hogy a polgári demokrácia semmi a termelési demokrácia nélkül. Manapság, és akkor itt Marxnak általi a tőkéhez ért első előszavából idézek, még az ateizmus is enyhe vétek a hagyományos tulajdonviszonyok bírálata ahhoz képest. Tehát már abban az időben is komoly dolgot jelentett, hogyha kimondtuk a magántulajdon bírálatát. Második tipikus érv a módszertan. A marxi módszertant vonják kétségbe, hiszen minden és mindenki más. Nem lehet általános törvényszerűségeket megállapítani, semmit nem lehet előre látni, nem tudjuk, mi lesz. Azt is mondják, hogy ellentmondás az, hogy készen talált tulajdonviszonyokban születnek az emberek, és eközben a társadalom természetes fejlődési fázisokat nem ukorhat át, vagy éppen ezért, de a filozófusok feladata a világ megváltoztatása. Tehát ez egy ellentmondás, természetesen csak egy mechanikus gondolkodás alapján, a dialektika hiányában jelent ellentmondás, minden esetre ennek is komoly tudósok állnak, emögött az érvényes és komoly tudások állnak, mindenekelőtt Karl Popper, ugye, aki a historicizmus nyomorúsága kapcsán írta meg Marx, hát önképpen Marx, ez egy Marx kritika, még ha alig is említi az egészben Marxot, ez egy implicit kritikája Marxnak. Valójában ugye mit mondott Marx? Marx azt mondta, válságok, ugye azt is mondja Popper, hogy csak az az állítás tudományos, amelyeket falszifikálni lehet, tehát ez vagy egy ilyen érvelés arra, hogy tesztelni lehet-e az igazságát. Tehát ha nem tudok olyan esetet mondani, amikor ez az eset, vagy amikor bizonyíthatóan ez az eset mondjuk fals, akkor ez az elmélet nem állja meg a helyét tudományos elméletként. Ugye ezzel persze csak annyit lehet tudni egy elméletről, ha mondjuk nem falszifikálható, hogy hát nem falszifikálható, nem tudjuk cáfolni, de azt nem tudjuk megmondani egyetlen elméletről sem a popperi logikában, hogy igaz. Tehát ez abszolút a bizonytalanság elmélete, amit Popper nagyon magas színvonal elég tárt. Tehát végül is nézzük meg, hogy próbáljuk meg falszifikálni Marxot, és hogyha megpróbáljuk, akkor azt mondjuk válságok, tőkekoncentráció, technológia szerepének növekedése, transznacionális vállalatok értékhálózatai, prekariátus, tehát a munkásosztály relatív és abszolút elnyomorodása, ez mind igazoltnak tekinthető. Az emberek saját színdarabuk nézői és szereplői, és hát a történelmi változásnak szubjektív és objektív feltételei vannak, de hát mondhatnánk azt, hogy ezt ki ne tudná, amikor a népi bölcsesség is azt mondja, hogy a hídon akkor kell átmenni, ha a folyóhoz értünk. Ebben benne vannak a szubjektív és objektív feltételek meglétére vonatkozó kritériumok. Még két dologban tévedett Marx, mondja egy másik kritikus, túldimenzionálta a gazdasági viszonyok szerepét, a gazdaság eloszlása mindig is mélyen politikai volt. Nem vette figyelembe a technológiai fejlődést. Na ki az, aki ezt mondja? Hát korunk hőse, Thomas Piketty maga, aki maga is elmondja, hogy nem igazán olvasta a tőkét, mert ez neki túl bonyolult volt. Hát még a kommunista kiáltvány az oké, de hát azért igen. A marxi elmélet implicit azon a szigorú feltételezésen alapul, hogy a termelékenység növekedése hosszú távon zéró, na hagyjuk is, tehát aki nem olvasta, az nyilván nincs fogalma arról, hogy a termelékenység állandó növekedésére ösztönző konkurenciát milyen precízen írta le Marx, és arról sincs, hogy hogyan írta le a munkásosztály ellenállásának jelentkezésével a tőkének a megoldását, az igényét arra, hogy a géprendszer gyorsított kifejlesztése útján törjön előre a relatív értéktöblet termése. Hát ilyen kifejezéseket nyilván Piketty nem tud befogni a,
az elméletébe, hiszen nem értettem meg soha. Na most ugye nincs időnk, úgyhogy akkor én most nem térek még ki arra az izgalmas dologra, hogy mit mondott még Piketty, csak annyit mondanék, hogy felállít valamiféle képletet, és hogy ez hogyan, és hogy ezt mi is bizonyítja, azt mondja, hogy miért van így egy egyenlőtlenséget. Ja, az, mert ezt mutatják az adatok, proof out most of the human history. Azt mondja, tehát az ő bizonyítása az, hogy ezt mutatják az adatok. Átad a történelmen keresztül, tehát megörökíti a kapitalista logikát, mert arra vonatkozóan állít fel egyébként egy, most nem részletezem milyen egyenlőtlenség, azt megörökíti az egész emberi történelemre, tehát észrevétlenül becsempészi a fejünkbe azt, hogy kapitalizmus mindig volt és mindig lesz. Mivel nincsen időm, ezt is skippelem, még annyit tehetnénk hozzá, hogy mit nem tudott, mit nem figyelt még meg Marx, mivel nem foglalkozott egy nagyon nemzetközi ár kérdését nem tárgyalta. Hát egy édes... Jó. Tehát ezek a kritikusoknak a... Bocsánat, a kritikusok szerint. Igen, az infláció kérdésével nem foglalkozott. Minden esetre felírt egyensúlyi egyenletet sem állított fel, amelyben a termelékenység növekedése benne lenne, vagy a termelési ár probléma, ugye? A proletár diktatúra problémáival se foglalkozott. Marx megengedhetett, a jóléti államokkal se foglalkozott. A nikekkel, az újonnan iparosodó dél-kelet-ázsiai országokkal se foglalkozott Marx, ugye? És még nem foglalkozott a PC-vel, az okostelefonnal, az internettel, meg a Facebookkal sem, úgyhogy ez egy elmaradott tudós volt. Na most ezzel kapcsolatban, és ez az utolsó, mert kifutok az időből, csak felvillantom ezt a transformációs problémát, ami mai napig élő vita a szaktudományban. Hát én is alkottam erre egy táblázatot, ami egyáltalán nem olyan bonyolult, mint aminek látszik. Itt arról van szó, nagyon rövidre zárva, hogy a transformáció, és ezzel nem akarom ezt a problémát teljesen bagatelizálni, hogy a transformációs probléma onnét keletkezik, hogy át akarják vezetni ugye az értékalapú árakat közvetlenül az átlag profit rátalakú árakba úgy, hogy nem veszik figyelembe, hogy maga ez csak egy elméleti levezetés Marxtól, és a profit, az átlag profit ráta alapú árak, azok eleve egy ennek megfelelő tőkeeloszlás alapján alakulnak ki, tehát nem lehet az érték alapú termési tényező eloszlásra ráhúzni a termelési ár alapú árakat, vagy az átlag profit ráta alapján alakuló árakat. És én ezért konstruáltam itt egy táblázatot, amit ugye izgalmas lehet annak érdekli, hogy átbogarásza, hogy hogyan lehet igenis felírni egy termelési ártípusú egyenletet, amelyik kiállja a marxi egyensúly elmélet próbáját. Én csak ezt az utolsó diagramot szeretném megmutatni nektek, önöknek. Ez azt mutatja, hogy különböző szerves összetételű ágazatokban, hogyha ágazatokban, vállalatokban, ez ágazatokra, vállalatokra vagy országokra is alkalmazható, azért van csak A, B, C, D, E, különböző tőke összetételű ágazatokban, ha azonos a profitráta, tehát mondjuk, ha ez egy nemzetközi ár, vagy lehet egy adott országon belül egy piaci ár, akkor a több munkát alkalmazó, vagyis kevésbé termelékeny egységek több munkát tesznek bele, mint a fejlettebb, több gépet és kevesebb élő munkát alkalmazó ágazatok, de mivel ugye az átlag profitrát az a befektetett tőkére jutó átlag profitot jelenti, ezért az következik be, hogy tulajdonképpen a kevésbé termelékenyektől munkát von el a termelékenyebb. Igen, ez tehát nagyon jól leírja a fejlődő és fejlett országok közötti értékáramlásnak a mélyén fekvő összefüggést, és még azt tenném hozzá, hogy micsoda fals dolog, amikor magas hozzáadott értékű ágazatokról beszélnek. Mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek alacsony hozzáadott értékű ágazatok, hiszen magas technológiai szinten dolgozó ágazatok, és csak arról van szó, hogy ezek munkát, úgy mondom, egyéni értéktöbletet vonnak el a kevésbé fejlett ágazatoktól. Hát itt van a felhasznált irodalom, és köszönöm szépen a figyelmet.